Hello mindenkinek, Rapó vagyok, és itt vagyunk egy újabb Techies sorozat részben, amiben még, ahogy tudjátok, még folytatni fogom bizony a bázis építésemet. Ugyanis még az előző részekben nem fejeztem be, és most már lassan, de biztosan szeretném ugye befejezni. Úgyhogy még, ha minden jól megy, ez lesz az utolsó gyorsított felvétel rész. Ha semmi sem egy jó, akkor még lesz egy, de reméljük szerintem most már ebbe be fogom fejezni. Ugye azt terveztem, most már még elmondom. Ugye kész van a raktár, itt lesz majd a számítógép, meg a... mi az már? Az automata sütőrendszer. Ott van a nagy reaktorszoba, két turbinával. Ott lesz, ami most ki van világítva. Itt lesz a hálószobám, amit most fogok megcsinálni. És itt pedig a rakétakilövő állomás, amire még várunk, és majd később fogom megcsinálni. Tehát egyelőre még most a hálószoba fog készülni. Azt kéne most megcsinálnunk. Bejáratom még mindig nincsen. Lesz, azt szerintem majd videón kívül megépítem, mert én sem tudom még, hogy a francba fogom megoldani, megcsinálni. Úgyhogy ez a rész is itt kész van, ezt befejeztem itt. Ja igen, kivilágítottam ezt az egész föld alatti bigyórendszert, amennyivel csak tudtam. Ajjaj, itt jön egy csonti. Miért nem élsz túl. Jó, hát most föld nincs nálam, kipakoltam mindent. Mindjárt nem veszek egyet. Így né. Jó van, hagyjatok békén. Na most bemegyek bentre, vagy nem is kell bemennem, mert itt vagyok kint, tehát így. Így is jó. Na, és ez a rész, ami most itt ki... Jó, oké, ami most itt ki van világítva, ezeket most kidobáljuk, nem kell. Ami most itt ki van világítva, ezt a részt fogjuk itt felépíteni, a hálószoba részt. Ez lesz most. Ó, oh, beleállt a pajzsba egy nyíl. Tud valamit az íze, csonti. Úgyhogy szerintem lassan jöhet a gyorsított rész. És ez a rész pedig egyelőre üres marad. Majd ha ott tartunk, hogy lesz, minden eszközön meg lesz ahhoz, hogy űrhajót tudja készíteni, akkor majd, én úgy gondolom, hogy elég lesz akkor majd megépítgetni ezt. Addig viszont még el leszünk enélkül, egy kardot viszont csinálnom kell. Jókor gondoltam, mikor eltörik, oké. Okay. Ezt gyorsan kiszállok. És akkor ugyanúgy, mint az előző két rész, ugyanúgy gyorsított felvétel van. Ez már nem rubi, legyen szép piros. Így, akkor kell egy stick. Ja, meg lassan majd, hogyha meg lesz minden helyiség, már addig nem akarok foglalkozni ennel. Majd van az a power armor, amit majd meg szeretnék csinálni. Ha az sikerülne fullosra felhúznom mindent benne, akkor nagyon durva lennék, tehát nem tudna senki megsebezni. Tehát nem lenne semmi, ami meg tud ölni kb. Csak kb. Magamat tudnám megölni. Ugye, mert túl tudok melegedni benne, meg ilyenek. Arra kell figyelni mindig, de amúgy meg nem tud semmi megsebezni szinte, hogyha a fullos az egész. Mi a zombik? Jó, mondjuk ha víz lesz itt, akkor nem lesz semmi. Meg azért is csináltam ott a föld alatti kivilágítást, hogy ugye, ha a víz bejön, akkor ott a házam alá nem folyik be, és akkor ott lennének, hörögnének, idegesítettek, és így megcsináltam. Tehát csak ennyi funkciója van. Jó, ezeket megint csak kidobáljuk, most nem kell. Jó, kard a helyére. Na, hát akkor szerintem mehet. Nem akarom tovább húzni az időt. Minél gyorsabban fel kéne ide építeni, és utána jöhet a bepakolás, ami ott kint van. Számítógép és egyéb dolgok bepakolása a ide és felépítése. Kezdetben először majd ugye a reaktort fogom felépíteni. Számítógépet behozom, reaktort onnan kintről ugyanazt felépítem, adok áramot, és akkor szépen folyamatosan majd fogom építeni a nagyobb reaktort. Azon gondolkozok, hogy most hát lehet, hogy tudnék nagyobb reaktort egyből. A turbinát még nem biztos, azt a nagyot. Kisebb turbina, hát majd max lebontjuk és újraépítem, tehát nem lesz nagy jelentősége. Na jó van, akkor kezdjük is. Húzzuk tovább az időt, jöhet a gyors rész. Jó szórakozást!
És hát el is érkeztünk volna ennek az épületnek a megépítéséhez. Ez nem tartott olyan sokáig, mint az előzőek, úgyhogy ez viszont jó, hogy így sikerült. Szerintem nagyon spontán jött ez is, hogy mit építek. Ilyet találtam ki. Hát nem tudom, egy kicsit másabb, nem ilyen kockás formát akartam már, mint az előzőek is voltak, ugye a raktár és a reaktorszoba. Ezért így döntöttem, hogy egy kicsit ilyen lekerekített végű valamilyen szoba lesz. Itt lesz a fönti rész, tehát ez most emeletes is lesz ráadásul. Ez lesz itt a szép fönti rész, ahova berendezek majd itt mindent. Hát a berendezés a későbbi részek dolga lesz. Hát igen, még van amit csinálnom. Egyelőre itt tartok, és ahogy nézem, szerintem lassan a vizet is be lehet engedni. Én úgy gondolom, még hát igen, lassan be lehet engedni. Hát ezt a bejáratot itt egyelőre nem tudom, hogy csinálja meg, mert most még ezt akartam itt megoldani, hogy legyen. Ide egy fölfelé vezető valamit akarok építeni, amiben ugye nem nincs víz, és akkor beugrok, és akkor beugrok az aljából ott víz, de kifelé viszont repülve majd ki tudok menni, tehát innen csak repülve lehet kimenni. Azon gondolkozok, hogy csináljam. Sziasztok! Te nem tudsz úgyse ide bejönni, haver. Jó van, tehát valami olyat akarok, ezt videón kívül most már megépítem. Ja, körbevezetlek titeket akkor, aki esetleg nem követne, vagy nem látta volna. Ugye itt van, ez lesz a raktárszoba, itt lesz az automata sütőrendszer valahol alul, itt lesznek a számítógépek és minden ilyen egyéb dolog. Ezzel szemben van a reaktorterem. Ugye itt lesz a nagy reaktor, azért kellett ilyen jó nagy, és itt alatta pedig a két turbina, a két óriási turbina, amiket már egyszer megterveztem, hogy fog kinézni. Tehát ez a két terem, ez erre fog szolgálni. És végül is itt van ez az egésznek a közepe. Ez ilyen tere, elosztó terem végül is, mert ugye erre is lehet majd jönni, itt is be lehet menni a reaktor szobába, meg a másik irányból is lehet menni a raktárba, de a szobámba viszont csak erről az irányból lehet jönni, majd ide rakok egy ajtót, szépen azokat majd megcsinálom, és erre felé majd itt erre, arra, vagy lehet, hogy a másik, ja, mert erre is menjünk már, akkor majd csak innen lehet bemenni a rakéta kilövő álláshoz, ami pedig arra lesz majd szépen megépítve. Az még ugye mondtam a videó elején, a későbbi részek folyamán fog elkészülni, ugyanis még most ugye nincs meg annyi cuccom, hogy megépítsek egy rakétát, tehát teljesen fölösleges. Ezzel töltem az időt, hogy még azt is megépítsem, azt majd egy valamilyen későbbi részben. Többen mondtátok, hogy rakjak le Carpenter's dórokat, hogy ezt szépen lehet formázni. Tudom, én is csak még nem akartam vele szórakozni, mert mondom, nem tudom, hogy van, nem biztos, hogy ott lesz, és akkor lerakom utána meg megint felszedni, meg tehát most nem szórakoztam vele. Majd mindjárt most már viszont meg fogom csinálni. Úgyhogy ezzel folytatjuk, meg még, mit mondtam, mit kéne? Hát még díszítgetni, meg ilyen-olyan dolgokat jó lenne megcsinálni. Egyelőre úgy néz ki, hogy a gyorsított részeknek vége. És hát folytatjuk tovább innen. Ugye most kéne bevinnem a reaktort. Igen. Egyelőre még nem építek, vagy csak szépen itt beúszok alul. Szerintem az lesz, mert most már a pajzsot ki fogom kapcsolni, hogy bemenjen a víz, és akkor bent már nem lesznek zombik, ugye? Hát megfulladnak szegények, így jártak, minek jöttek oda. Ő bajuk. Jó, tehát Carpenter, fú, hogy is kell csinálni Carpentert? Erre most nem jöttem rá. Carpenter's door, kell hozzá Carpenter's block, amit pedig így kell csinálni. Nagyon jó, hát csinálunk. Jó, 50 darab. Ebből kijön bőven annyi ajtó. Várjunk, mennyi? 2, 4, 6... Várjunk. 2, 4... Tehát egyik oldal, másik oldal. 2, 4, 6, 8... Jó, 8-at csinálunk. Ennyi jön ki belőle, most többen nem foglalkozok. Ja, és milyen legyen az anyaga? Miből legyen, mert... Jaj, várjunk, csináljunk egy hammerem van. Nincsen hammer. Ez a nagy kalapács, azt hiszem ezzel lehet alakítgatni. Ez a Carpenter's Hammer. Jó. Ó, és pont két darabon maradt.
Jó, tehát mi legyen rajta? Én gondoltam, hogy lehetne ilyen is rajta esetleg. Vagy ugye ez. Tényleg még üveget nem is raktam rá. Kipróbáljuk akkor az üveget is. Vagy bármi lehet, az a jó benne. Bármit rá tudok rakni. Múltkor ezért raktam véletlenül rá szénát. Bármi tényleg. De azt hiszem ezekből néz ki jól. Ilyenből volt nekem is megcsinálva. Na nézzük meg, be tudok-e úszni. Biztos be tudok úszni. Aha, egyelőre akkor még csak így fog bejönni. Jaj, zombik, de ott kéne bemennem, az a baj, be kéne menni. Na, csak itt lehet bejönni. Az az egyetlen egy bejárata van egyelőre. Ezért kell most már kikapcsolnom a pajzsot. Na nézzük, kapcsoljuk ki. Ott csináltam a pajzshoz egy bejáratot is, de ha lehez így is ki lehet kapcsolni, tehát tök mindegy. Távirányítóval. Na hát, pápá zombik. Ússzatok fel a felszínre? Talán túlélitek. Ha vagy nem. De felúsznak. Jól van. Igen, van ez a vízcsöpögés, ami elég idegesítő. Hát most, na. Most hát annyira nem idegesítő végül is. Ó, oh, haldokolnak. De jó, és ez a hang, amikor a zombi haldoklik. Ja, mert ti itt maradtatok. Ügyesek vagytok. Miért nem úsztok? Ügyesek vagytok. Na. Tehát akkor... vagy egyel bejebb, vagy maradj... Ah, lesz ott. Úgy, ott. És akkor látjátok, lehet alakítgatni, hogy milyen ajtót szeretnék ide rakni. Szín szúnyogháló, ugye nem tudom milyen. Ez az ajtó nekem szokott tetszeni, és akkor rárakunk egy ilyet. Megnézzük, üveget lehet? Wow, üvegajtó. Nem baj, üveget nem fogunk rárakni. Azért mondom, nekem ezt tetszik, vagy még ugye ez is jól néz ki. Lehet, hogy akkor ilyen lesz, és akkor kinyílik. Melyik legyen? Itt meg megnézzük, hogy hogy néz ki, hogyha kívülre rakom. Itt kívül? Aha, jobb kívül, mint ott belül. Jó. Mert akkor kívül lesz. Egy Carpenters kéne csinálnom, szerintem. És akkor... ilyen nagy. Legyen itt ilyen nagy. Itt pedig... legyen itt is ilyen. Jó, jó néznek ki ezek a... Ez kb. Olyan, mint egy terasz ajtó lenne, vagy nem tudom. Azt hiszem. Na jó van, jó, lesznek ilyen ajtók. Oké, hát ugye itt nincs ajtó. Még itt van ajtó. Meg még egyelőre egyet cserélek ki, a másikat azt nem. Mert ugye nem is lesz elég. És akkor itt is ilyenek lesznek. Így itt nincsen. És még ezt cserélem ki. Vagyis ezt rakom le. Így. Ide viszont más ajtó lesz. Ja tényleg lehet ilyen álca ajtót csinálni meg. Ez ilyen vicces rajta. Nekem ez nagyon tetszik. Oké, itt meg ilyen sima lesz. Ez így. Ugye ezek jól néznek ki. Na. Kész is vannak az ajtók is elrendezve. Úgyhogy ez lesz a bázisunk az idők végezetéig. Na jó, hát tényleg azért ahhoz képest, hogy hol laktam, nagyon jó szerintem ez a bázis, és így befolyik a víz, vagyis hát nem befolyik, de na, jön a víz, ez még jobban néz ki. Még egy fajtót, és két fajtót ide előre lerakok a víz ellen. Ugye? Hova rakjam? Ki most nincs itt a izé. Pajzs, akkor lesz. Hát lesz így. Egy ajtó elég lesz. Egyelőre megoldom. És akkor mindig, mikor be akarok jönni, akkor ugye ezt kinyitom. Hát nagyon jó néz ki. Egyelőre most nem tudok jobbat még. Majd meg lesz építve szépen. Jó, de nem engedi be a vizet, az a jó. És akkor itt bejárkálok. Ennyi. Ennyi lesz az egész. Na, hát szerintem akkor ennyi lenne ez a rész. Következő részben most azon gondolkozok, hogy mivel kéne folytatni. Gondoltam arra, hogy akkor behozhatnánk a reaktort, és lerakhatnánk a helyére. Meg azon is gondolkozok, hogy... Hát... Az a baj, hogy endériumot kéne...
Ugye az endériumos folyadékkal szeretném majd feltölteni, nem vízzel. Mert mondjuk van izénk, van minium stone-unk, vagy minium stone, vagy hogy hívják. Azt most meg is nézem. És ugye azzal lehet csinálni ilyen szemet, amiből meg folyadékot. És még egész jó is. Hú, mi is kell a minium stone-hoz? Vagy minium? Hogy hívj? Minium. Igen, csak mindjárt meg lehet nézni. De most komolyan kijössz hozzám? Túlélő vagy mi? Fogadjunk. Szerintem túlélte ezt az egészet. Mindjárt a kábeleket leszedem. Egyelőre most belőle nem kell áram, mert a pajzsgenerátor sem megy. Ja nem is, itt kell. Itt kell megnézni. Mi... Tudjátok mi? Stone. És akkor biztos ki fogja hozni, azt hiszem, a vége felé. Aha, itt van. És U betűt nyomunk, akkor ki... De miért odaírsz? Jó, akkor ezt így nem jó? Így jó. Aha, ki is használom most az ender szemet, ha megkeressük. Ott, vas. Hüha. 1, 2, 3, 4 vas kell egy Ender Pearl elkészítéséhez. És nekünk egy jó pár vödörrel kéne belőle, ami hogy belerakjuk abba a melyik szerkezet is az? A magma trucibába, és akkor az lefőzi nekünk kb. Ezt így tudnám normálisan elmondani, hogy lefőzi, mert nem tudom, mit sem. Összeporlasztja, kiszedi belőle a folyadékot, vagy nem tudom. Úgyhogy következő rész ezt lebontjuk. Megpróbálom akkor a nagy reaktort megépíteni. De lehet, hogy hát... Csak úgy bontanám le, hogyha minden alkatrész, vagy minden eszköz megvan hozzá. De jó, ezen majd még gondolkozok, úgyhogy ha meglátom következő részben, innen folytatom tovább, és most már nem lesz gyorsított rész. Köszönöm a figyelmet, tartsatok velem a következő részben is, sziasztok!